Köszöntöm a kedves nézőket! A Pécsi Tudományegyetem Univerzitás Televíziójának nyitott egyetem mai műsorában dr. Szapári László heveny agyérkatasztrófák című előadását tekinthetik meg. A stroke először is szeretném hangsúlyozni, hogy egy összefoglaló tünet együttes. Tehát ugye a, az emberek fejében a, a stroke általában egyet jelent valamilyen agyi katasztrófával, és az esetek többségén agyvédésre gondolnak. Ez általában ez egy téves elképzelés, ugyanis a stroke többségét érezáródásos agyi kórképek adják. Tehát itt tulajdonképpen hasonlóan egy szívinfarktushoz arról van szó, hogy az agy érrendszerében egy vérrög elzáródást idéz elő, és ennek következtében az az agyterület, amelyet ez az ér ellát, nem kap elég vért és elpusztul. Ezeket úgynevezett isémiás vagy vérhiányos stroke nevezzük, lényegében ezek úgynevezett agyinfarktus kialakulásához vezetnek. Tehát összességben a stroke a 80%-át ezek az úgynevezett agyér elzáródásos kórképek adják, és csak a maradék, 15-20%-ban valamilyen vérzéses eredetű állománykárosodás, ami a stroke a, a hátrében áll. A stroke Tünetei tulajdonképpen látványosak, és ennek ellenére meglepő, hogy nagyon sok ember számára mégis semmit mondóak. Tehát mi orvosok nagyon gyakran szembesülünk azzal, hogy sztrók tüneteket mutató betegek micsoda késlekedéssel, sokszor több napos késlekedéssel érkeznek a kórházban. Tehát én azt hiszem, hogy akár egy laikus számára is nagyon egyszerűen felismerhetők egy, egy, egy szélütésnek, ugye beszéljük a sztróknak a magyar nevét is, használjuk a szélütést, a tünetei. Általában, hogyha valakinek hirtelen féloldalon elcsempül a szája, lebénul az egyik oldala, tehát többnyire egy, általában egyszerre a felső, illetve az alsó végtagot érintő bénulás lép fel. Esetleg ezt még egy beszédzavar, egy hirtelen fölépő beszédzavar is kíséri. 70-80 os biztonsággal lehet azt feltételezni, hogy, hogy egy, egy agyér katasztrófáról van szó, különösen ha idősebb emberről van szó, különösen hogyha annak a betegnek különböző rizikófaktorai is vannak. A két típus abszolút elkülön egymástól teljesen más az, az eredet. Hosszú távon, illetve kezelés szempontjából talán a fő kihívást ezek az agyén elzáródásos korképek jelentik, hiszen igazániból a sürgősségi teendő különösen ezeknek az esetében érvényesül. Tehát ezeknek a korképeknek a kezelésében az elmúlt évtizedben forradalmi változások következtek be sokkal látványosabban és eredményesebben kezelhetővé váltak, mint korábban. Sajnos az agyérbetegségekkel kapcsolatban egy ilyen hírisztikus szemlélet is áll. Ugye nagyon sokszor a betegek, illetve még sokszor más kollégák fejében is az a kép volt az agyérbetegségekről, hogy érdemben nem lehet ezeket kezelni. Igazán, hogy a betegek, ha időben, ha későn kezeljük őket, mindenképpen valamilyen maradandó károsodás szenvednek el. Ez a szemlet meg kell, hogy változzon, ugyanis az új kezelési lehetőségekkel ezekben az úgynevezett érezárodásos kórképekben lehetőség nyílt arra, hogyha időben elvégzünk egy úgynevezett vérögoldó kezelést, amivel föl tudjuk oldani azt az eret, ami elzárodott, tehát azt a vérögöt, úgy lehetőség állik arra, vagy nyílik arra, hogy... Helyreállítsuk az agyvérkeringését, és ennek következtében azt az agyterületet, ami ugye a vérrelátási zavart elszenvedte, többé-kevésbé megmentjük. Természetesen általában nem tudunk tökéletes helyreállítást elvégezni, de az idő függvényében minél előbb végezzük el ezt a kezelést, annál nagyobb agyterületet tudunk megmenteni. És annak az lesz a következménye, hogy értem értelmszerűen az ilyen beteg is minél időben, minél hatékonyabban végezzük el ezt a kezelést, annál kisebb maradandó károsodása fogja az agyvérkatasztrófáját elszenvedni. A vérzéses kórképek esetében valóban a, a, kezelési lehetőségek korlátozottabbak, és sajnos ezek a vérzéses agyi károsodások többnyire egy magas vérnyomásos eredet következtében jönnek létre. A magas vérnyomás következtében tönkre menő agyi érrendszerben többnyire egy vérnyomás kiugrás kapcsán egy, egy megrepedés jön létre, és hát tulajdonképpen egy vérömleny jön létre az agyállományban. Hogy mennyire súlyos ez a kórkép, az attól függ, hogy hol helyezkedik el ez a vérzés, milyen nagy a kiterjedése. Értelmszerűen ezek akár egy életveszélyt jelentő állapotot is szerencsésebb betegeknél kisebb vérzések, és ezért ennyi tünetek lépnek fel. Ezeknél a betegeknél tulajdonképpen a kezelési cél az, hogy biztosítsuk a betegnek az alapvető stabil állapotát, amíg ez a vérzés elkezd felszívódni, csökkennek azok a, vérzéses hatások, amelyek az agyállománynak az épp területeire is egy káros funkciót, egy káros hatást fejtenek ki, és ez esetben gyakorlatilag a vérzés felszívódása után a betegnél különböző súlyosságú maradmány tünetekkel számíthatunk a javulásra. Visszatérve az agyére elzáródásos kórképeknél, tehát tulajdonképpen az a célunk, hogy feloldjuk a vérögöt, amilyen gyorsan csak lehet. Erre Magyarországon már több centrumán rendelkezésre, megfelelő diagnosztikai és terápiás rendelkezésekkel bíró centrumok, Értemszerűen ebből következik, hogy a betegek ellátását is igazániból adekvátan csak úgynevezett ilyen sztrókra specifikált osztályokon, kórházokban lehet végezni, tehát a klinikáknak a különböző sztrók részlegein, illetve más nagy megyei kórházaknak a centrumaiban, ahol ott van a diagnosztikus háttér, elsősorban ugye a képalkotó vizsgálatokra, a komputertomográfos vizsgálatokra gondolok, illetve ott van az intenzíves háttér, mert általában ez a vérőgódó kezelése legalább egy legalább egy-két napos intenzív megfigyelést igényel. Maga a kezelés annyit jelent, hogy az időben megérkezett betegnél, általában ez azt jelenti, hogy a betegnek három órán belül meg kell tudnunk kezdeni a kezelést, tehát nagyon pontos, hogy tökéletesen ismerjük azt az időpontot, amikor a szélütés tünetei felléptek. Tehát mind orvosok, mind betegek számára tulajdonképpen az egyik legfontosabb üzenet talán az lenne, hogy amikor egy ilyen ér katasztrófa tüneteit észlelik, akár magukon, akár családtagjukon, azonnal jelezzék vagy jegyezzék fel, hogy ez pontosan mikor történt, és innentől kezdve tulajdonképpen a beteg útjának a legoptimálisabb, változat az, hogyha a lehető leggyorsabban bekerül egy olyan központba, ahol ez ilyen jellegű kezelés, amiről beszélünk, meg tudják oldani. Tehát lehetőség szerint ne kis kórházakba kerüljön be a beteg, ahol ugye bizonyos diagnosztikai feltételek hiányoznak, hanem a nagy centrumokba. És minél előbb annál jobb, tehát ilyen esetben az a cél, hogy a hozzátartozó vagy a beteg azonnal a mentőszolgálathoz fordulva jelezve az, hogy valószínűsíthetően egy célütéses tünet arról van szó, a beteget beszállítsák ebbe a centrumba a kezelés során mi tulajdonképpen egy, egy olyan gyógyszert jutatunk a beteg szervezetébe, ami feloldja azt a vérrögöt, ami elzárta az agy eret, és ennek következtében ugye reméljük, hogy az agy véráramlásának a helyreállításából egy további szövetkárosodást tudunk megelőzni, és kisebb károsodással, kisebb elpusztuló területtel fogja a beteg ezt az agyi történést elszenvedni. Természetesen a, a stroke lényegében, mint minden egyes érrendszeri betegségnél, azok az úgynevezett klasszikus szívérrendszer, Rizikófaktorok sorolhatók fel, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás, hát a magas életkor is természetesen egy, egy rizikó tényező, bizonyos szívbetegségek, különösen a ritmuszavarok hajlamosíthatnak agyi katasztrófák fellépésére. Tehát általában ez a betegcsoport, ez a populáció egy fokozott veszélynek van kitéve. Azt nagyon fontos tudni, hogy vannak olyan szerencsés szituációk, amikor az agyér katasztrófa nem azonnali jelleggel lép fel, hanem nagyon sokszor figyelmeztető jelek, úgynevezett átmeneti. Agyi vérkeringési zavarok ö, ö, mutatják azt, hogy rendetlenkedik az agykeringése. Ezeket orvosi néven ilyen tranziens isémiának vagy tiának nevezzük. Ez a tia tulajdonképpen ugyanazokat a tüneteket tudja provokálni, mint egy heveny agyérkatasztrófa, csak ez esetben a tünetek rendkívül rövid ideig, néha csak percekig tartanak. Tehát az a baj, hogy ezeket a tüneteket, mivel rendkívül rövid ideig tartanak, nagyon sokszor a betegek nem veszik komolyan, és épp ezért nem is fordulnak orvoshoz. Holott ugyanolyan jelentőséggel bír, hogyha valakinek ez a félperces, féloldali bénulás, beszédzavar, zsibadás lép fel, szintén egy fenyegető katasztrófát jelezhet, és lényegében ilyen esetben szintén azonnal orvoshoz kell fordulni, és szerencsés esetben egy gyors kivizsgálással, esetleg időben megkezdett kezeléssel megerőzhető egy, egy, egy komolyabb agyi érezárólás és egy súlyosabb maradandó károsodás. Ez a TIA, ugye ez az átmeneti agyi vérkeringési kategória, mondtam, ez nagyon sokszor úgy feledésben merül, meg legyintenek rá, betegek is, néha orvosok is. Tehát lényegében valóban egy nagyon szerencsésnek mondhatja magát az az agyérbeteg, akinek egy ilyen figyelmeztető jel, egy úgynevezett tia megelőzi a szélütését, hiszen ilyen esetben, hogyha gyorsan kivizsgálásra kerül, akkor elkerületi az igazi katasztrófát. Hát ezek az átmeneti agyi vérkeringési zavarok, ugye lényegében ilyen esetben szintén vérreáltási zavart szenved el az agy, de szerencsés szituációk következtében ez a vérkeringési zavar rendkívül gyorsan helyreáll. Tehát lényegében az agy azt jelenti, hogy nem szenved el maradandó károsodást, általában érdemi szövet pusztulás nem is lép fel. Épp ezért a tünetek is általában megszűnnek. Ugye orvostalgatóknak általában azt szoktuk tanítani, hogy ezek a, ennek az átmeneti vérkeringés és zavarnak a tünetei egy napon belül megszűnnek. De általában azt lehet mondani, hogy ez nem is igazán igazániból már egy jól elfogadható definíció, hanem célszerűbb inkább azt megjegyezni ebből, hogy ezek a tüneteknek a nagy része, a betegek 80%-ánál kb. egy órán belül megszűnik. Tehát olyan esetben, hogyha valaki idősebb, többszörös rizikótényezőkkel rendelkezik, és azt észleli, hogy hirtelen például elakad a beszéde, beszédképtelné válik, nem tudja kifejezni a szavakat. Ez például egy klasszikus jelen annak, hogy valószínű az agynak a beszédközpontja központja szenved el egy vérkeringési zavart, és hogyha ez a beszédzavar akár egy 4-5 perc alatt, egy óra alatt megoldódik, akkor is vegye ezt komolyan, hiszen ez lényegében egy figyelmeztetője. Vagy hasonló szituáció, amikor valakinek hirtelen valamelyik oldala, jobb oldala, bal oldala hirtelen lebénul. Ez lehet egy valóban néhány percig tartó bénulás, ami megszűnik, de szintén ugyanolyan figyelmeztetőjel. A féloldali zsípadás vagy a, a féloldali arc elcsempülés szintén ilyen tünetek. Különösen, ami, ami veszélyt jelent, tehát azok a betegek, akiknél a beszéd zavar, a féloldali bénulás répfel, fel, még a rövid ideig is, azoknak van nagy esély arra, hogy egy agyi érezáródás szenvedjenek el. És a, a, az ilyen tiát mutató betegeknél bizony a sztróknak, tehát az igazi érezáródásnak a veszélye az első napokban, különösen az első 24-48 órában nagyon magas. Tehát éppen ezért fontos, hogy ezek a betegek azonnal a kórházba menjenek, hiszen jóval nagyobb esély van arra, hogyha esetleg ez az katasztrófa a következő 48 órában eléri őket, ha egy megfelelő ellátó helyen egy kórházban tartózkodnak, akkor lényegében a tünetek azonnal észre kerülnek, és maga a kezelés, ez ugye ez a vérőgódó kezelés, amiről beszéltünk, ez elvégezhető. Féloldaliság az abból adódik egyszerűen, hogy ugye az agynak két féltekéje van, és ennek következtében általában a keringés zavarok is jellemzően általában az egyik vagy a másik agyféltekét érintik. Tehát általában, mint említettem, a mechanizmus ilyenkor általában a vérrög odasodódik az agyi erekbe, a szívből, a nyaki erekből, és általában egy érelzárodást hoz létre. Máskor a vérrög helyben, benne a koponyán levő erekben képződik, és ott történik az agyi érelzáródás. És ennek következtében, mivel az egyik agyfélteke, ugye a másik testfélnek a mozgásait, érzés kvalitásait, koordinációját irányítja, ennek következtében ilyen féloldali tünetek jellemzik az agyi zavarokat. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a jobb oldalon alakulnak ki a tünetek, az arcsempeség, a féloldali bénulás, akkor feltételezhető, hogy a baloldali agyféltekének a vérelátása nem optimális, és ott alakult ki tulajdonképpen egy fenyegető agyérkatasztrófa az agyvérrelátás a két fő nyaki éren kívül, ami ugye ezeket a tüneteket, amiről beszéltünk, biztosítja. Két hátsóbb, a csigolyákban futó ér is biztosítja. Ez az agy hátsóbb részeinek, a kisajtnak, az agytörzsnek a vérrelátására biztosítja. Ezek az agyterületek is, tehát nem csak az agyféltek, hanem a hátsó agyterületek is elszenvedhetnek vérkeringési zavarókat, Ezeknek a tünetei már kicsit változatosabbak. Általában a kettős látás, a szédülés, egy kétoldali homályos látás, vagy látásvesztés, a négy, mind a négy végtagra terjedő zsibbadás ezeknek a tünetei. Ezek a keringés ritkábbak, de hangsúlyozom, hogy ilyen tünetek esetén is, mint említettem, gondolni kell arra, hogy esetlegesen egy annyi is zavar léphet fel, és, és, és vizsgáljuk ki a beteget. Sokkal szerencsésebb az a szituáció, esetleg egy gyakorlatilag egy túlértékelt tünet, arról van szó, nem a és zavarról, tehát inkább vizsgáljunk ki feleslegesen valakit, és állapítsuk meg, hogy lényegében nem a katasztrófának van ő kitéve, és nincs ilyen veszély, mint az a szituáció alakuljon ki, amikor valakit már csak akkor vizsgálunk, amikor bekövetkezett a katasztrófa, és igazándiból a tüneteken nem tudunk segíteni. Tulajdonképpen a vizsgálat során megpróbáljuk megalapítani, hogy, hogy mitől szenvedheti el ez a beteg ezt az agyi katasztrófát. Nagyon leegyszerűsítve, amit mondtam, a szívbetegségek, tehát szívből származó általában embolizációk, a nyaki ereknek a szűkületei, különböző messzes felrakódásaiból származó emboliák, vérrel kapcsolatos betegséget túlzott vérsűrűségi problémák például hajlamosíthatnak keringési problémákra. Tehát e, ilyen esetekben, hogyha kiderítjük azt, hogy mi az a háttér, mi a mechanizmus, hogy tulajdonképpen a keringészavarnak, akkor mi ezt követően megpróbáljuk ezt a tényezőt lehetőség szerint ennek a jelentőségét tompítani. Tehát lényegében annak a rizikóját, hogy a beteg esetlegesen egy komolyabb agyi keringés szenvedjen el, lecsökkenteni. Erre különböző gyógyszeres lehetőségek állnak rendelkezésünkre, vérhígító, érelmeszesedés gátló gyógyszerek mellett természetesen a betegnek a különböző tényezőit, mint a magas vérnyomás, a koleszterin, a cukorbetegség tökéletesen kezeljük, és értem szerint, hogyha minden paraméter ideálisan karban tartott, akkor sokkal kisebb esély van arra, hogy a beteg egy, egy súlyos, masszív vérátási zavarc fog elszenvedni. Ezért a gondozás során folyamatosan szűrjük azokat a paramétereket, amelyekkel probléma lehet, és amennyiben ezekkel gond van, gondolok itt laboreltérésekre, a nyakjerek érszükületére, szívvel kapcsolatos problémákra, ezeket megpróbáljuk gyógyszeresen, esetleg egészen más úton, módon, sebész, értágításos módon korrigálni, és ezáltal a rizikót lecsökkenteni. A gyógyszeres kezelés ugye alapvetően, mint mondtam, arra szolgál, hogy lecsökkentse a rizikó rizikófaktorokat, vérhígyítók, éremeszesedés, gátló, koleszterin csökkentő gyógyszerekről van szó. A az egyik nagyon gyakori háttere például a nyaki érrendszernek a meszesedése, a szükülete. Ez a szükület a nyaki érrendszerben olyan mérteket is elérhet, amikor azt tudjuk mondani, hogy már önmagában a gyógyszeres kezeléssel nem tudunk elegendő rizikócsökkentést előidézni, tehát ilyen szükületek esetében már fölajánljuk a betegnek azt, hogy célszerű lenne a nyaki erek szükületét megoldani, vagy egy műtéti, vagy egy értágításos módon, és ezáltal lecsökkenteni azt, hogy tulajdonképpen hosszú távon egy ismételt agyérkatasztrófa lépjen fel. Tehát ez lényegében ez egy gyógyszeres kezeléstől függetlenek ne, lehet nevezni az életvitelt is, ami azt jelenti, hogy ugye az egészséges, megfelelő fizikai aktivitásban gazdag életmód, az étkezés, odafigyelések, ugye a lehetőség szerint ez a mediterrán jellegűt, ugye a szívérendszeri betegségekben szenvedő betegeknek ez a mediterrán típusú diét, ami ajánlható, a megfelelő test, testmozgás, mint említettem, kis mennyiségű fogyasztás, ugye különösen a, a, a vörösboroknak a kis mennyiségű napi két-három, is fogyasztását szoktuk javasolni. Tehát körülbelül azt hiszem ezeket lehetne javasolni betegek számára. Az érfestés lényegében a combverő erén keresztül, bevezetett katéteren keresztül, ugye a, a verőéren, a hasi verőéren keresztül jutnak el a nyaki érrendszerig, és tulajdonképpen eljutva ez a kritikus szűk szakaszon, először ugye diagnosztikus szempontból is megerősítés nyer, hogy valóban olyan mértékű az érszükület, mint amit az ultrahangos, illetve a CT-MR módszerek valószínűsítettek, és amennyiben a diagnózis fennáll, tehát valóban az a 70%-ot meghaladó érszükület igazolható, úgy ezt követően egy úgynevezett balon katéterrel történik az érnek a szétnyitása, kifeszítése tulajdonképpen, tehát tulajdonképpen a fölrakodott messzes elváltozásnak az érfalus préselése, majd végül egy fémhálót helyeznek erre a kritikus szűk szakaszra, és ezzel azt lehet mondani, hogy körülbelül az érfali lúmennek, tehát az átmérőnek úgy nagyjából 80-90%-os eredeti a visszaállítható, tehát lényegben majd tökéletes értágítás lehet ilyen esetben is létrehozni. Magyarországon rendkívül rosszak a vaszkás betegségeknek az epidemiológiai adatai, tehát nagyon sok nálunk a magas vérnyomásos, az elhízott, a cukorbeteg, a dohányzó, és még sorolhatnánk a rizikófaktorokat. Tehát a fő probléma az, hogyha ezek az alapvető rizikó tényezők nincsenek konkrétan kivizsgálva és kezelve, akkor természetesen az ilyen különösen halmozott rizikó tényezőkkel rendelkező betegek várhatják, hogy rövid időn belül valamilyen érkatasztrófa, beleértve agyérkatasztrófa vagy szívérendszeri betegség fogja őket elérni. Tehát tulajdonképpen optimális lenne, hogy azeket a fokozott rizikóval rendelkező betegeket időben kivizsgáljuk, egy rizikóbeslés alapján meghatározunk azt, hogy ő nekik, hogyan lehetne ezt a rizikó tényezőt csökkenteni, és értem szerint független attól, hogy akár egy fiatal emberről van szó, időben kezdjük el a magas vérnyomását, a vérzsép zavarát, vagy a cukorháztartás rendelenségeit kezelni. Azon betegeknél, akik már túl vannak valamilyen katasztrófán. ez, mint korábban is említettem, ez egy fokozott figyelmet igényel, tehát innentől kezdve Okay. Uh -huh. egy nagyon szigorú együttműködés szükséges a gondozást végző szakorvos és a beteg között. Értemszerűen ez egy, nem csak egy egyoldalú feladat, tehát nem csak abból áll, hogy az orvos előírja, milyen gyógyszereket kell szedni, hanem a beteg részéről is nagyon fontos, hogy az úgynevezett játékszabályok be legyenek tartva, tehát ő egy megfelelő életvitelt folytasson, értem ez alatt, hogy ne dohányozzon, ne fogyasszon alkoholt, gondosan szedje a gyógyszereit, rendszeresen méres, ellenőrzesse a vérnyomását, ne legyen megnyugodva attól, hogyha ő gyógyszerek egyszer, mert egyáltalán nem biztos, hogy egy egy szedő betegnek, vérnyomáscsökkentő szedő betegnek optimálisan be is van állítva a vérnyomása. Tehát ez nagyon sokszor téfit, általában a kezelt rizikófaktoroknak is nagyon sokszor csak a harmada, 30-40 százaléka, ami optimálisan is van kezelve. Tehát egy ilyen betegségen, egy sztrókon túllevő betegnél csak tökéletesen beállított rizikófaktorokkal lehet igazániból jó esély a betegnek a jövőt illetően. A sztróknál azt lehet mondani, hogy aki agyérbetegséget szenved el, egy heveny agyérkatasztrófát, mindössze a betegek 10% az, aki körülbelül egy teljesen normális életvitelt fog tudni tovább élni. Tehát itt a gond az, hogy a betegeknek közel felében valamilyen maradandó károsodásról értem ez alatt a bénulást, beszédzavart, nagyon sokszor különböző pszichés problémák, depresszió alakul, ugye egyszerűen önmagában a mozgáskorlátozottság miatt. Tehát ezekkel meg kell küzdeni. Értemszerűen a betegnek az akut kezelése, amit mi elvégzünk, az nem ér véget azzal, hogy mi hazabocsátjuk a beteget a kórházba a kivizsgálás követően, illetve a vérrögoldó kezelés követően. Mint mondtam, vérrögoldó kezelés mellett is különböző maradandó tünetek léphetnek fel, tehát tulajdonképpen a beteg általában az akut fázist követően valamilyen szintű maradvány tünetekkel rendelkezik, és épp ezért a rehabilitációnak az a feladata, hogy ezeket a maradvány tüneteket amennyire csak lehet csökkentse, és minél inkább egy jó funkcionális állapotban levő beteget adjon vissza a családnak. Ezek a rehabilitációs lehetőségek általában adottak, és ezeket igénybe is kell venni. Egy agyérbeteget a lehető leggyorsabban, amint tulajdonképpen az akut fázison túl van, az agyérkatasztrofa akut fázisán el kell kezdeni a mozgásrehabilitációját, és tulajdonképpen ettől várható az, hogy a beteg a mozgás képességét, a mobilitását és ezáltal a az önállátó képességét minél tökéletesebben visszanyerje a legfontosabb az legyen, hogy valóban próbálja felismerni a tünetet. Ez az első. Ugye említettem, hogy én szerintem a relatíve látványos tünetei vannak egy katasztrófának. tehát ha ezeket a féloldali bénulásos, becitolos tüneteket észleli, akkor ugye merüljön föl benne egyáltalán, hogy erről lehet szó. Ha ez felmerült, akkor a következő lépés, hogy azonnal jegyezze azt meg, vagy jegyezze fel, hogy mikor történt ez. Tehát percre, órára, pontosan. Ezt követően azonnal hívja fel a mentőszolgálatot. Hangsúlyoznám, ne az ügyeletet, ne a házi orvost, mert itt egy rendkívül kritikus, úgynevezett terápiás időablak állunk szemben. tehát nekünk nagyon kevés időnk van arra, hogy, hogy meg tudjuk menteni azt az agyterületet, ami még megmenthető. Tehát minél később kerül a beteg kórház, már rosszabbak az esélyei. A mentőszolgált számára is hangsúlyozni kell azt, hogy, hogy hozzátartozom férjem vagy én, egy agyi keringészavar tüneteit valószínűsíti, tehát pontosan leírni a telefonban, milyen tünetekről van szó, mikor léptek fel ezek a tünetek, és ezek után azt lehet mondani, ragaszkodni az azonnali mentőszolgálati beszállításhoz. Az is nagyon sokszor probléma, hogy még sokszor érvényesül az a, az a szituáció a hazánkban is, hogy kis falvas települések. ugye a beteget ilyen területi ellátás kapcsán kis kórházba viszi. Tehát az nagyon szerencsétlen, amikor egy agyér katasztrófát elszenvedett beteg olyan kórházba kerül, ahol mondjuk nincsenek diagnosztikus lehetőségek, például CT vizsgálat. Tehát ahhoz kell ilyen esetben ragaszkodni, hogy a beteg oda kerüljön, ahol megvan a technika és a, a diagnosztikai feltétel is és az is nagyon szerencsés, hogy ilyen esetben egy ilyen beteget, akit azonnal szállít a mentője a kórházba, kísér a család, a hozzátartozó, hiszen nagyon sokszor az orvos és a hozzátartozó között meg kell beszélni, döntéseket kell együttesen hozni, nagyon sokszor az agyérkatasztrófát elszenvedett beteg például akár egy beszédzavar miatt nem tud nyilatkozni arról, hogy vállal-e bizonyos diagnosztikus beavatkozásokat, esetlegesen pedig ezen a vérőkodó kezeléssel kapcsolatos esetleges kockázatot, mert ennek is lehet például egy vérzéses szövőmény a kockázatát, ezekről pontosan informálni kell a hozzátartozókat, a beteget, és ő neki kell ezek után eldönteni azt, hogy ezen kezelésben részt kíván-e venni. És az is nagyon fontos, hogy gyakorlatilag miután a beteg a Kórházba került, akkor a család is lényegében az első órákban tartózkodjon ott pontosan. Tehát nagyon sokszor álljanak rendelkezésre a családon keresztül olyan információs adatok, amik esetleg a beteggel nem érkeznek, orvosi dokumentációk nincsenek vele. Tehát a helyszínen is próbálja a család azokat a papírokat, korábbi betegségekkel kapcsolatos információkat, gyógyszereket összeszedni, ami alapján a kórháziós el tudja azt dönteni, hogy tulajdonképpen ez a beteg optimális-e alkalmas-e például egy vérogoldó kezelésre. Természetesen azt hangsúlyoznám, hogy nem minden beteg számára, aki három órán belül ide a klinikára kerül, és katasztrófa tüneteit mutatja, érezáródási igazolatot tudunk, vérögódó kezelést csinálni. Ezeknél a betegeknél is egy gondos mérlegelés végzünk el, ismerve a korábbi betegségeit, gyógyszereit, az adott katasztrófának a súlyosságát, tehát egyénileg kell megalapítani, hogy a beteg alkalmas-e a kezelése, vagy sem, és így lehet biztonságos és tényleg hatékony kezelést végezni.